A sport és a gazdaság kapcsolatáról tartott a kerekasztal beszélgetést a Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszán. András Krisztina az egyetem docense, a témakör egyik első számú hazai szakértője, neves fehérvári sportikonokat szólított meg a találkozón. Azok a sportolók, akik a sport teljesítményükkel bármilyen a gazdasági rendszer mindig is kivívták a mi tiszteletünket. Az ő ikon voltuk, most már jól látszik, hogy a sport teljesítményen túlmutathat, és nagyon komoly gazdasági ereje lehet, hogyha ezt az üzleti világ, illetve egy marketing gépezet valóban felépíti. Hát ez az, amiről most beszélgetni fogunk, középpontba állítva azt a duális sportolói karriert, hogy hogy lehet egyszerre a valaki sportban is, és a magánéletben is tehetséges és rendben levő. Marosi Kata megjárta a nagy tenisz Grand Slam tornákat, és pályafutása során megtapasztalhatta, hogy a fehér sport milyen professzionális alapokat követel meg a sportolótól. Profi tenisz az egyértelműen a pénzről szól. Nyilván ugye egy hivatásos teniszezőnek az a munkája, hogy azzal keresi a pénzét, hogy ugye a lehet, hogy korábbi csupán szenvedélyének és játékának él. Szóval erről igen, nagyon sokat lehetne beszélni, mert ugye már ott elkezdődik, hogy 5-6 éves korban elkezd a gyerkőc teniszezni, már ott a pénzről szól, mert a szülőknek meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy a tehetséges gyerkőc elkezdhessen teniszezni. És hát nyilván rengeteg buktató, rengeteg kérdés merül fel útközben, ami által eljut valamilyen szintre, ugye, vagy egy tényleg egy hivatásos szintre, vagy pedig csupán egy passzió és egy játék marad. Napjaink egyik kiemelt figyelmet érdemlős, a szurkolók között is népszerű sportága a jégkorong. Az Abbavolán jégkorong szakosztályának vezetője Fekti István minden esetre amondó, hogy a sportág alapvetése a támogatási rendszer. Az utánpótlás nevelésnek az intézményében a tavos támogatások adtak egy olyan lehetőséget, amivel olyan kapuk nyíltak ki az elmúlt hét esztendőben, amik óriási lehetőséget nyújtottak a kluboknak. A felnőtt jégkoromban pedig ugye a klasszikus értelemben vett szponzoráció az egyre kevesebb, de azért vannak olyan támogatók, akik kitartanak mellettünk, és reméljük, hogy ez így is lesz. Valamint ugye itt az önkormányzatnak is nagy szerepe van például a fehérvári jégkorong életben, hogy nagyon nagy támogatást élvezünk. Mi az ilyen esetben a gazdasággal is foglalkozó szakember dolga? Hiszen azt tudjuk, hogy ha egy csapat napról napra él, az nem megoldás senkinek sem szurkolónak, sem a csapatnak. Márpedig eredménykényszer van az ébelben is. Ez így van nálunk is, ugye hoztunk egy olyan adósságot az elmúlt években, ugye itt még az akadémia első évben is egy nagy lyukat ütött a felnőtt csapatnak a költségvetésében az indulás és annak feltételének a megteremtése. Úgyhogy gyakorlatilag a konszolidáció az folyik, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy lassan itt a nagy szponzorok megjelenésével, mint a Szerencsejáték ZRT például, vagy a MOL, gyakorlatilag lassan, abszolút pici lépésekkel sikerül majd teljesen megoldani a helyzetet. Első székesfehérvári olimpiai bajnokunk Vörös Zsuzsa számára a rendkívül munkaigényes öttusa szereplőinek az alapvető anyagi háttér biztosítása is kiemelt mindennapi feladatot jelent. Egy olyan sportágról beszélünk, aki nem tudja bemutatni megfelelőképpen a szponzorokat, amihez hozzá van szokva, akár egy látvány sportágnál már az illető, hogy a nézők hozzá vannak szokva, így nagyon nagy részben rá vagyunk szorulva az önkormányzat, illetve hát az állam támogatására. Lehet ebből a mókuskerékből kilépni? Hát próbálkozunk kilépni, hiszen próbálkozunk olyan új dolgokat beindítani a szakosztályban, ami több szponzort, illetve támogatót vonhat be, illetve például a lovarda egyfajta olyan kihasználásánál, ami egy önmaga ellátását hozó vállalkozás lenne. Dávid Kornél a kosárlabda sport legendája, aki belekóstolt a sportág non plus ultrájába, megjárva az NBA-t, fontosnak tartja, hogy a sportág kihasználja a ráirányuló reflektorfényt. A kosárlabda az elmúlt évben nem csak itt Magyarországon, években nem csak itt Magyarországon, hanem egész világon óriási lépett előre, és természetesen a külföldi sikereknek és az NBA sikereinek köszönhetően a magyar kosárlabda is több fény került,
ez azért hozzájárult az, hogy szerencsére a Magyar Kosárlabdában is voltak olyan eredmények az elmúlt időszakban, ami jobban felkapták a fejüket olyanok is, akik mondjuk nem foglalkoztak a kosárlabdával, és ez mindenképpen jót tesz a sportának, ez mind olyan erőket generálhat, olyan erők fordulhatnak a kosárlabda felé, akik ebben fantáziát látnak, vagy úgy gondolják, hogy talán ez a sportág az, ami a jövő szempontjából, a csapatsportág szempontjából egy nagyon jó lehetőséget mutat, hogy bemutassák, hogy mivel foglalkoznak. Az akadémiák megléte nyilván a színvonalat is segíti, hiszen felfelé törekvő fiatalok zöme, tehetséges fiatalok zöme indul el. Ugyanakkor ez segít-e abban, hogy majd a későbbiekben megcélozzák a nyugati elit klubokat? Lásd Dávid, Kornél, Hangó, Ádám, nem sorolom, illetve meg nincs is mit sorolni. De tehát ez segít-e abban? Azt gondolom, hogy persze mindenképpen segít. A cél természetesen az, hogy nagyon sok srácot a kosárlabda és a sport szeretetére próbáljunk nevelni. Hála Istennek nagyon sok erőrelépés van ebben az oldalon is, hiszen nem csak hogy rengeteg vagy több akadémia alakult, hanem a meglévő akadémiák is egy nagyobb és magasabb színvonalon tudnak dolgozni. Most már megfelelő források állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az edzők személyében olyan szakemberek tartsák a gyereknek az edzéseket, és mutassanak utat nekik, akik segítségével egy komoly, akár komoly célokat is ki lehet tűzni. Természetesen az elsődleges lépcső az, hogy a felnőtt csapatba bekerüljenek a profi magyar bajnokságba, de természetesen ez lehetőséget nyújtad arra, hogy későbbiekben a válogatott után akár külföldre is szerültessenek. A sport és a gazdaság napjainkban kézenfogva jár. A magyar sportkedvelő közönség elvárásai akkor találkozhatnak az eredményekkel, ha egy olyan támogatási rendszer alakul ki, amely ezt lehetővé teszi.